A Sárospataki Művelődés Háza gyermekkönyvtári részlegén a foglalkozásokon minden alkalommal diafilm vetítéssel is várják a gyerekeket. Így próbálják meg a könyvtárosok megszeretetni velük az olvasást. Éppen ezért magától értetődő dolog volt az, hogy a Magyar Diafilmgyár 60. születésnapja alkalmából megszervezett országos eseményhez csatlakozva egésznapos diafilm vetítésre várták a gyerekeket. A diafilm gyűjteményünknek a mesefilm gyűjteményéből válogathatnak kedvük szerint, és ezeket a diafilmeket vetítjük le nekik. Megelőzi a vetítést egy kis beszélgetés, amiben kitérünk arra is, ugyanis a mai gyerekek már kicsit furcsán hallják azt, hogy volt még olyan időszak, amikor televízió sem volt, valamint olyan időszak is volt, amikor például egyes napokon nem volt műsor a tévében, tehát például hétfőnként, amikor még én is gyerek voltam, nem volt tévéműsor, és ezeken a napokon bizony előkerült a diavetítő, és akkor mesefilmeket néztünk mi is otthon. És van még olyan család, aki a mai napokon is például egy esős délutánt, vagy például egy olyan napot a diavetítésnek szentelnek, amikor éppen a családnak nincsen más programja, vagy pont azért, mert a szülők nagyon fontosnak tartják, hogy a diafilmeket még mai napig is használják a családban kikapcsolódásként. Nagyon örülök neki, valószínűleg nem minden gyerek találkozott még a diafilmmel, bár iskolában is vetítettünk már, de jó alkalom arra, hogy egy kicsit lassabban, más tempóban nézzenek történetet filmen, és biztosan érdekes lesz számukra. A szervezők nem titkolt célja, hogy a gyerekekkel megszeretessék ezt az időtöltési formát is. Így egyre több család mindennapjaiban kap ismét szerepet a diafilm és a közös program. Azért is fontos ez a gyerekek számára, mert hogy mi szülők esetleg hajlamosak vagyunk a gyereket lekötni azzal, hogy beteszünk egy diafilmet, beteszünk egy CD-t, és akkor a gyerek elfoglalja magát vele, viszont a diavetítéshez már csak azért is, mert egy technikai eszköz használatáról van szó, szükséges az, hogy a szülő is részt vegyen benne, valamint hogyha a gyerek még nem tud olvasni, akkor természetesen mi felolvassuk nekik, és ebből egy ilyen meghitt, nyugodt családi esemény válhat, és ez a gyerekeknek szerintem a mai világban nagyon fontos. A rendezvényt nagy érdeklődés kísérte.